emtv.hu. Élmény és vélemény. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. Benne a tilos rádió, és benne a szokó lényegző. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Norbival, aki fizikus, és Miklóssal, aki szintén. Ez itt a Parallaxis Podcast szokolébresztő különkiadása, az mtv.hu és az Őrszekerek közösségi flotta kapcsolatfelvétel napi maratoni podcast műsorában. Halló, sziasztok kedves hallgatóink! Ez itt a Parallaxis Podcast, illetve a szokolébresztőnek az összevont különleges különkiadása, kapcsolatfelvétel napi különkiadása. Én vagyok Vince Miklós, a Parallaxis állandó fizikusa vagy mi-e, és egyébként a szokolébresztőn pedig Dr. NZPX-ként szoktam bemutatkozni, és persze most is éppen állandó szakértőnk, Werner Norbi, akit a szokolébresztőből esetleg ismerhetnek a hallgatók. Szóval ő lesz a mai beszélgető társam, amennyiben itt vagy az online térben. Itt vagy, Norbi? Itt vagyok, sziasztok! Norbi, te jelen pillanatban ugye éppen Pozsonyban vagy, te Pozsonyban ragadtál, ugye az országaink között éppen többé-kevésbé be van zárva a határ, igaz? És akkor te most ottan éled a családi életedet. Itt vagyok karanténban. Igen, hát mindegy itt Budapesten, de hát ez nem akadályozza meg, hogy ezt a nagyon érdekes témát, ezt kibeszéljük, ami pedig nem más, mint az, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a humanoid robotoknak, vagy a nem is annyira feltétlenül humanoid robotoknak, de valamilyen szempontból autonóm roboteszközöknek milyen jelenük és jövőjük van az űrkutatásban, illetve a csillagászatban. Azért ez mindenképpen science fiction jellegű terület. Nekem az első dolog, ami rögtön beugrott ezzel kapcsolatban persze, az a legendás 2001 űröd üsszelje film, ugye, amit 1968-ban készített Stanley Kubrick, és ugye Arthur C. Clarke, és ugye abban a HAL nevű felélteti számítógép, ugye az, akivel tulajdonképpen egy konfliktus alakul ki a Jupiter felé vezető úton, és az űrhajósnak az életére tör, az űrhajósoknak az életére tör a mesterséges intelligencia. Hát igen, ez még talán egyelőre odébb van, de elkerülhetetlen. Hogy a hallgatóknak ajánlanám újra megnézni a űrodisszeát, vagy elolvasni esetleg a könyvet, hihetetlen, hogy mennyi minden azóta bejött. Hall egyelőre még nem, de ki tudja. De már majdnem, ugye? Tehát, hogy ugye az a koncepció, hogy az űrhajó megy kifele a nagyvilágba. Na most az biztos, hogy jelenleg a földi irányítás például a nemzetközi űrállomás adatait folyamatosan elemzi, és ha valami baj van, például ami tavaly volt, életlenül elkezdett csökkenni a légnyomás, ezt Houstonban látták, és felszóltak az űrhajósoknak, hogy hé, keressétek már meg, valahol valami lyuk van, és megkeresték, és megtalálták. Na most, hogyha mondjuk Jupiter felé repülsz, vagy még messzebb, ami ugye előbb-utóbb remélhetőleg be fog következni, akkor ott több 10-20 perc, akár egy órányi rádiókésés is lehet, ami azt jelenti, hogy a fénysebességével terjedő rádiójel az annyi idő alatt ér le az űrhajóról a Földre, meg annyi idő alatt vissza. Tehát ez nem lesz lehetséges, hogy a Földről 30 felkészült szakember folyamatosan figyelje, hogy mi van. Úgyhogy nagyon fontos szerepe lesz ezeknek az eszközöknek, mint amilyen a HAL a 2001 űrösszejában. És hát szóval ez előbb-utóbb be kell, hogy következzen valamiféle ilyesmi. Az, hogy az mennyire kell, hogy intelligens legyen, az egy más kérdés. Úgyhogy szerintem ez az egyik dolog, amit ki kéne dumálnunk, meg hogy milyen tapogatózások vannak ez irányba. A másik az meg konkrétan a humanoid robotok kérdése, amik meg nem kell, hogy feltétlenül intelligensek legyenek, de mondjuk űrsét a szerelő munkákra alkalmasak lehetnének, hogyha mondjuk belülről, vagy akár másik űrhajóról virtuális valóság eszközökkel távirányítanák azt, hogy ott hogy matatnak, és olyan körülmények közé lehet őket beküldeni, ahova az űrhajósokat mondjuk veszélyes lenne. Tehát erre is léteznek tervek. És akkor oké, szóval erről beszélnénk, és most át is adnám neked a szót, de választ ki, légy szíves, hogy a két irány közül merre haladjunk először. Mesterséges intelligencia felé, vagy a humanoidok felé, vagy esetleg a kettőt egybe.
Lehet a kettőt egybe is. Már most az űreszközök kell, hogy tudjanak autonóm döntéseket hozni. Csak ha egy aszteroidához, egy üstököshöz küldünk egy űreszközt, annak is fel kell tudnia mérni a helyzetet, és autonóm döntést kell hoznia. Na most, hogyha Marsra küldünk egy űreszközt, ez duplán igaz. Mondjuk, hogyha hallgatók emlékeznek a Lunokhod holdjáró roverekre, amiket még a szovjetek küldtek a Holdra, azok távirányítással voltak, a Földről irányítva, és így több 10 kilométert mentek át a Hold felületén. A Mars roverek, azok autonóm döntéseket kell, hogy hozzanak, mert ott már nem lehet, azokat már nem lehet irányítani a Földről távirányítással, úgy, mint a Lunokhodot. Úgyhogy már ott szükség van egy ilyen műintelligenciára. Igen, de az még azért nem kell, hogy mesterséges intelligencia legyen, de valami arra felé vezető. Egyébként az első űrrobotot azt éppen magyar kutatók fejlesztették ki, mert éppen, hogy mit nevezek űrrobotnak, azt nyilván meg kell magyaráznom, de pont ezt az autonóm követő rendszert, döntéshozó mechanizmust, hiszen amikor 1986-ban a Szovjetunió Héli üstököshez küldött űrszonda párosa, a Vega űrszonda repült, akkor annak a kamerának a mozgatását azt bizony már a fedélzeti döntéshozó rendszernek kellett megcsinálnia, mert pont emiatt ott is már túl messze volt ahhoz, hogy a Földről távirányítsák, hogy merre forduljon a kamera. És ezt konkrétan a Központi Fizikai Kutatóintézet részecske és magfizikai kutatóintézetében fejlesztették ki annak idején. Tehát ilyen értelemben érdekes, hogy az első űrrobot az részben a magyarokhoz köthető. De hát azóta meg valóban a Marson meg az, hogy azért mennek egyébként a roverek olyan lassan a Marson, mert egy csomószor még mindig a földiek hoznak döntést, de azért, ha megnézzük, ezek egyre gyorsabban mennek mégis. Tehát emlékszel, Norbi, amikor 1997-ben leszállt a Pathfinder a Marsra, és elvitte az első rovert, hát ha jól emlékszem, az 40 centit tudott megtenni percenként, vagy igen, valami ilyesmit. Az még nagyon-nagyon lassú volt. Igen, és ez pont azért volt, mert az nagyban hagyatkozott még arra, hogy a Földről irányítsák, de hát azért aztán most már a mostaniak azért már gyorsabbak, és nem csak azért, mert nagyobbak, és könnyebben átmennek a nagyobb köveken, hanem egyszerűen azért is, mert már sok mindent megoldanak saját kútfőből, ha úgy tetszik. De most hát térjünk át ebből a humanoid robotokra, mert ott is az volt az első olyan gondolat. Esetleg földirányítók tudják ezeket a humanoid robotokat a testük mozgásával irányítani, és így mondjuk az űrhajósnak nem kell űrsétát tennie. A humanoid robot fogja űrsétát csinálni, de a robotot egy földi irányító fogja tulajdonképpen élőben kontrollálni. Ez volt az első gondolat, és ehhez képest most már fejlesztenek olyan humanoid robotokat, amelyek tudnak autonóm döntéseket csinálni. Igen, egyébként pont az első ilyen virtuális valóság eszközöket, ahol rendeltetésszerűen használtak, pontosan az a NASA-nál volt már a 90-es évek óta, amikor az űrsétára való felkészítést elkezdték az űrhajósokon gyakorolni. Ugye annak még nem volt köze a robothoz, csak annyi, ami most már mindennapos kb., hogy virtuális valóság sisakokat meg kesztyűt adnak az űrhajósokra, hogy elgyakorolják, hogy az űrsétán mondjuk a Hubble űrtávcsőnek egyik-másik részét hogy kell szétszedni. Ugye azt ilyen virtuális valóság eszközökkel próbálták ki, és akkor ez úttörő volt, most már tele van a világ ilyen helyekkel, Budapesten is van több ilyen hely, ahova le lehet menni, és lehet játékokat játszani mindenféle virtuális valóság sisakokban meg kezdjük el, tehát, de ez azért a 90-es években nagyon újszerű volt, és annyira jól bevált, hogy tényleg fölmerült, hogy így lehetne távirányítani, akár a Földről, mert ugye itt azért a Föld az elég közel van mondjuk az űrállomáshoz ahhoz, hogy mondjuk a rádió késés az ne legyen túl tetemes. És aztán végül is eljutott oda ez a dolog, hogy fel is küldtek ilyen autonóm robotokat, igaz? Tehát az oroszok is és az amerikaiak is legalábbis kísérleti jelleggel, de felküldtek humanoid robotokat a nemzetközi űrállomásra. Most amikre a legjobban emlékezhetünk, az a legutóbbi, a Fodor, vagy Fyodor, Fyodor, igen, amit az oroszok küldtek föl 2019-ben, és aztán őt vissza is hozták a földre, érdekes, hogy ő nem maradt ott fönn sokáig,
Amit azt hiszem a szovjet hadsereg fejlesztett ki, mert a YouTube-on minden esetre láthatunk olyan videókat, amikor ugyanez a... Lövöldözik. Lövöldözik. Ugye az, hogy ugyanez a humanoid robot ott rohangál, és osztja az igazságot. Na most, igen, Terminátor, vagy mit tudom én, micsoda. Szóval igen, tehát 2017-ben megjelent ez, aztán persze a Rogozin magyarázkodott, az orosz ürügynökségnek a vezetője, aki akkor még egyébként miniszterelnök helyettes volt, és magyarázkodott, hogy esküszünk, hogy tényleg Oroszország nem készül Terminátort építeni, aztán le is szedték a videót a YouTube-ról, de aztán fejlesztgették, és akkor felment az űrállomásra, és ezt a verzióját a Fyodornak, ami egyébként egy orosz név, a Fyodor, tehát ez létező rendes orosz férfi név, de megpróbáltak ráerőltetni ugyanerre ilyen backronimként, tehát visszafele mozaik szóként egy amerikai vagy angol rövidítést, aminek ugyan semmi értelme, the Final Experimental Demonstration Object Research. Ez sikerült. Vagyis Fedor, ami már majdnem Fyodor. Na, és akkor ugye ez történt, hogy őt megtúráztatták az űrállomáson egy fejlesztett verzióját, amit úgy hívtak, hogy Skybot F850. De tudod, hogy mit csinált ez a robot odafön? Mert nem küldték ki űrsétálni, az biztos. Igaz? Annyit tudok, hogy egy Soyuz űrhajós nélküli tesztrepülésén Fyodor volt az egyedüli legénység. És megérkezett az űrállomásra, ott csinált valamit, és ugyanezen az űrhajón aztán visszatért a Földre. Igen, tehát az egész az körülbelül néhány hét volt, és én meg azt hittem, hogy őt ott fogják hagyni hónapokig. Én speciál meglepődtem, hogy néhány hét után visszahozták, hát mondanom sem kell, hogy annyira nem jelentették be, hogy mit csinál ez az eszköz odafönt, de ezt konkrétan rendes humanoid robot, tehát ez konkrétan tényleg úgy néz ki, mint a, mit tudom én, a robot zsarú, ha emlékszel arra, ez kb. Pont úgy néz ki. Volt egy amerikai robot, az R2, amit még a Discovery repülőgép vitt fel, és az is humanoid volt, de azt viszont szerintem ilyen virtuális valóság eszközök segítségével irányították űrhajósok. De azt is csak űrállomáson belül kísérleteztek vele? Igen, azzal is csak űrállomáson belül kísérleteztek, és aztán kifejlesztették az R5-öst, ami már autonóm döntéseket tud hozni, és olyanokat demonstráltak vele, hogy a kábeleket be tudja dugni már a helyére, úgyhogy már tulajdonképpen ilyen űrállomás szerviz dolgokat csináltak az R5-össel. De komoly, adtak is neki nevet, most látom, hogy elnevezték Valkürnek a germán mitológiából. Igen. De igen. Ő is fölment az űrbe? Vagy ezt csak a Földön tesztelték? Én úgy látom, hogy csak az R2-es ment föl az űrbe, és az R5-ös csak a Földön tesztelték. Ez egy ilyen DARPA Challenge valaminek a keretében volt kifejlesztve. A DARPA egy ilyen amerikai, tulajdonképpen hadügyi kutatófejlesztő hivatal, csináltak ilyen robot challenge-et, egy ilyen versenyt, és annak a versenynek keretében volt a Valkür kifejlesztve. Jó, hát igen, szóval ez előbb-utóbb meg fog történni, és én egyébként most akkor itt el kell mondanom, mert ez az egyik olyan ötlet, ami nekem volt, és amire én egy kicsit büszke vagyok, de mert azóta egyébként másoknak is eszébe jutott, hogy a Mars felfedezésére az ilyen módon részben autonóm, de részben távirányított virtuális valóság eszközökkel távirányított robotokat, azt lehetne az emberes marsrepülés helyett használni. Ugye gondoljunk bele, hogy a Marsnál ugye mindig probléma, hogy összefertőzzük-e. Ugye a Mars az egy olyan bolygó, ami potenciálisan életet hordoz, és hát most ezekben a mindig fertőzésekről beszélünk non-stop ebben a mostani időszakban, de hát az űrhajózásban is van ennek bizony egy visszatérő dilemma ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan bolygóra, ami potenciálisan életet hordoz, most mi oda betehetjük-e a lábunkat, mert azzal akár legjobb sterilizálás ellenére is tuti fix, hogy valahogy össze fogjuk a Marsot fertőzni, arról nem is beszélve, hogy a Marsról sokkal nehezebb fölszállni, mint mondjuk a Holdról, vagy egy kis bolygóról.
mert hát nagyobb a gravitációja. És akkor egy jó megoldás lenne, hogyha humanoid robotokat távirányítanánk, amik a Marson vannak, csak ugye akkor persze mindenki joggal mondhatja, hogy na ja, de mondtuk, és jól mondtuk, hogy hát a Mars is rohadt messze van ám. Tehát ott is 15-40 perc rádió késéssel kell számolni, attól függ, hogy éppen a Mars a pályáján hol van. És ekkor egyrészt a mesterséges intelligencia fontos lehet, másrészt az az ötlet volt, nekem is, meg azóta mások is kitalálták, hogy a Mars körüli pályán kéne keringenie egy űrhajónak, azon lennének az emberek, és az már közel van a Marshoz, tehát nincs rádiókésés, és akkor onnan tudnák virtuális valóságeszközökkel távirányítani. Nyilván kéne hozzá a Mars körüli pályán is létrehozni mondjuk egy műhold hálózatot, ami biztosítja a folyamatos kommunikációt, mint a Föld körül a Tidris rendszer, amiről egyszer nem is annyira rég beszéltünk a Szokolégről, ezt többen veled, de hát azért... Ez egy jó megoldás lenne, és persze ez talán nem annyira egyértelmű a hallgatóknak, de sokkal-sokkal egyszerűbb jele, akár most azonnal el tudnánk jutni a Mars körüli pályára, szerintem, de a Marsra leszállni és onnan föl, az egy nagyságrenddel nagyobb falat. Annak ellenére, hogy pont ugyanolyan messze van, de az utolsó 100 kilométert megtenni, az nagyon nem triviális, és most ezzel át lehetne hidalni. Tudod, hogy az első lábnyom a Marson nem emberi, de egy humanoid robot lábnyom? Mondjuk az R5-ösé, vagy annak az egyik leszármazottja. Hát ez jó lenne szerintem, és sok szempontból érdekes lenne. Persze tudom, hogy ez média szempontból nem annyira eladható. Tehát nyilván az ember kevésbé tud azonosulni. Tehát ez egy avatárja lenne tulajdonképpen az űrhajósnak, aki Mars körüli pályáról távirányítaná. És ő ugyanúgy érezné magát, mintha a Marson lenne, virtuális valóság csisak föl, plak. Elvileg ezt meg tudnánk csinálni, de úgy tűnik, ez azért mondom, hogy nem csak az én ötletem volt, mert amikor kisgyerek voltam, akkor írtam erről egy pályázatot a Magyar Asztronautikai Társaságnak, amikor voltak ezek a diákpályázatok középiskolásoknak, és aztán az Európai Űrügynökség is készített ilyen tervtanulmányokat. De aztán azóta, mintha ez kicsit elhalt volna. Tehát úgy látszik, hogy azért ez az ötlet, ez annyira nem ragadta meg az emberek képzeletét, pedig szerintem még mindig értelmes dolog. Ezzel kapcsolatban mindig az a kérdés támadt fel bennem, hogy miért kell ezeknek a robotoknak, humanoidoknak lenniük. Mert hogyha ezt a robotot egy bizonyos küldetésre fejlesztett ki, akkor nem biztos, hogy a humanoid a legjobb elrendezés. Igen. Hogy lehet valami jobbat kifejleszteni. Nem muszáj, hogy humanoid legyen. Miért gondolkodunk mindig humanoidokban? De amúgy a pályázatban, amiről beszéltem, én sem humanoidnak gondoltam. Sőt, mi több, eszembe jutott, hogy jelenleg a nemzetközi űrállomáson van egy ilyen távirányított robot, akit úgy hívnak, hogy Dexter, ami ténylegesen űrsétákat csinál kint, és lényegében egy ilyen több robotkarból álló, távirányítható, mozgatható bigyó. Az a neve, hogy Special Purpose Dexterous Manipulator, vagy SPDM, de az űrhajósok csak Dexternek hívják. Ezen vannak videócuccok, van rajta egy toolbox, tehát tud például csavarokat behúzni, meg kihúzni. Egyáltalán nem hasonlít egy emberre. Ha már valamire, akkor inkább valami polipszerűségre hasonlít, mert legalább itt most nézem a képét, több nagy karja van, és akkor ő így tud így mászkálni az űrállomásnak a rás szerkezetén, és őt konkrétan használják ilyen munkákra, és őt meg nyilván belülről irányítják az űrhajósok, tehát a Dexter az még nem intelligens, de igen, szóval végül is ő egyáltalán nem humanoid, szóval abszolút igazad van, és tök jól el tudnék képzelni egy ilyen távirányított, mondjuk egy tenger alatt járót, ami az Európa holdnak az óceánjában úszkál, és akkor mondjuk irányítják Jupiter körüli pályáról. Szóval nagyon jó science fictionöket lehetne ebből írni. De tudod, én azt gondolom, hogy nem csak média szempontból, de emberben az benne van, hogy az embernek le kell szállni a Marson. Uh-huh. Úgyhogy végül valószínűleg ember fog járni a Marson, és valószínűleg humanoid robotok is lesznek, akik odajönnek az emberrel, és vesznek feladatot, amelyeket ezek a robotok fognak végezni, és más feladatokat pedig az emberek fogják végezni. Úgyhogy én, hogyha jövőn gondolkodok, akkor szerintem mind a kettő. Lesznek ott humanoid robotok is, lesznek nem humanoid robotok is, és emberek. Igen. Na és akkor már Star Trek-esedik a téma erősen, tehát hogyha a Marson már létrejön egy olyan bázis, amiben humanoid robotok laknak, akkor az már erősen előrevetíti a Star Trek univerzum hangulatát.
Én gondolkoztam azon, hogy miért humanoid, és nekem az jut eszembe, hogy ez emberi pszichológia. Igen. Mondjuk az jut eszembe, hogy a japán öreg otthonokban humanoid robotok vannak, akik ott vannak az idősekkel, és beszélgetnek velük, meg reagálnak. Pont az a humanoid, ez azért fontos, így ilyen pszichológiai, lelki támogatás szempontból, és lehet, hogy az űrhajósoknak a Marson is pont erre lesz szükségük, és ezért lesz szükség humanoid robotokra a Marson. Erről mit gondolsz? Hát egyrészt azt, hogy ez most rögtön eszembe jutotta nekem a The Moon című filmet, ami egy rettenetesen komor, disztópikus science fiction, amiben ugye az alaphelyzet, hogy a Hold túloldalán van egy csávó, aki egyedül dolgozik egy holdbeli bányának a kvázi automatikus irányításán, vagyis hát inkább felügyeletén, és hogy ne hűljön meg, neki is van egy ilyen mesterséges, intelligens beszélgető társa, aki igazából egy képernyőn látható fej, tehát nem is egy konkrét robot. És viszont ami meg erről eszembe jut, hogy, és akkor az már konkrétan mesterséges intelligencia az űrállomáson, hogy ilyen bizony jelenleg is van fönt. És úgy hívják, hogy Simon. És ezt a Simont viszont nem úgy írják, hogy Simon, hanem úgy, hogy Simon, mert persze ez is egy rövidítés, a Crew Interactive Mobile Companion, vagyis a legénységgel kommunikáló, beszélgető, mozgó társ. És ezt a német űrügynökség, a DLR, és az IBM közösen fejlesztette ki. Na most az IBM-nek ugye ismert, hogy nekik van egy mesterséges intelligenciájuk, a Watson. Lényegében ez a Watson fut ezen a cuccon, amit úgy kell elképzelni, hogy ő egy lebegő kis gömb alakú valami, aminek az oldalán van egy képernyő, és ő az űrhajóst követi, és segít neki. És azon a képernyőn látható egy ilyen rajzolt arc. És tehát konkrétan olyan, mint a Siri, vagy a Cortana, vagy ezek az ilyen segédek, de ő konkrétan ott a súlytalanságban, és még egyszer ez az űrállomáson belül van, tehát nem űrsétán, de most kíséri az űrhajóst, ha kell. Egyébként ő úgy mozog, hogy ventilátorok mozgatják, tehát pici propellerek vannak, hogy nem látszanak, csak tehát mondom, ez egy gömb alakú, nem lógnak ki belőle mozgó alkatrészek, úgyhogy egészen misztikus, hogy mégis így tud repülni, jobbra-balra elfordulni, menni az űrhajós után, és ha kérdéseket tesz föl, hogy légy szíves, mondd el, hogy mi most itt ennek a kísérletnek a feladat sorát, azt mondd el, hogy milyen procedúrákat kell végrehajtanom, és akkor Simon elmondja, és Simon segít, és Simontól lehet kérdezni, és Simon utána jár a dolgoknak, és ha megkérjük Simont, hogy szóljon az egyik másik űrhajósnak, aki ott van az űrállomás másik végében, akkor odarepül és szól neki, és mindezt egyáltalán nem a földi távirányítás, hanem hát lényegében gépi tanulás, illetve hát mesterséges intelligencia segítségével. Tehát mondom, ezen az IBM-nek a Watson rendszere fut, úgyhogy ilyen értelemben már megérkezett az űrállomásra a mesterséges intelligencia, hát ha nem is egy humanoid, de egy robot formájában. És egy emberi arcot. És egy emberi arcot vetít ki. Meg ha meg azt mondja, hogy vetítsd ki a protokollt, akkor persze eltűnik a képernyőről az emberi arc, és megjelenik a szöveg, amit kért az űrhajós. Most ezt nem tudom, mennyire használják rutinszerűen, de az biztos, hogy Alexander Gerst, német űrhajós, néhány évvel ezelőtt használta. Most vannak is a YouTube-on jó kis bemutató videók, amin éppen bemutatják, hogy Simon mire képes. Ez aztán igen, itt aztán eszembe is jutott, hogy egyébként, amikor kicsik voltunk, akkor a Disney sorozatban, amit néztünk vasárnaponként, ugye, akkor ott volt egy ilyen jövőből jött katona, vagy micsoda, aki Jesse-nek hívtak, és volt neki egy Árnyék nevű társa, ami ott repült fölötte, és pont, kb. Pont így nézett ki, mint ez a Simon. Na, most ez az űrben van, tehát itt ugye könnyű lebegni, de hát kb. Egy ugyanolyan dolog. Szóval ez már mindennapos, és ez már tényleg nagyon hasonlít, hogy az Alexander Gerst beszélget a Simonnal, az már egy kicsit tényleg olyan, mint amikor a 2001 űröd üsszejában a Hell lel beszélget az űrhajós. Szóval igen, ez már a hétköznapjaink része, és hát ennél már csak ilyen lesz. Ennél már csak még ilyenebb lesz. Maguk a számítások ebben a Simonban folynak, az nem volt számomra nyilvánvaló, vagy van a Földön egy Watson szuperkomputer, és... Igen, én azt gondolom, hogy a Watson az alapjában véve a Földön van, de hát de ez mégis autonóm, ez a robot, tehát én azt hiszem, hogy ő azért kap update-eket, meg a nagyobb feladatok feldolgozásához a földi kommunikációt használja,
de alapjában véve inkább önálló. Tehát azt hiszem, hogy ez egy érdekes kérdés, de nyilván nincs belerakva az egész Watson rendszer ebbe a kicsi golyóba, ami körülbelül egy ilyen 30 centi átmérőjű gömb, tehát tényleg akkora, mint egy kosárlabda, vagy valami, vagy egy picit nagyobb. Persze nem is hoztak erről minden nyilvánosságra, tehát ez az IBM-nek részint az ipari titkát képezi, ami ott működik, de hát elég meggyőző a cucc. A videók alapján legalábbis. Nyilván, amikor félreérti a dolgokat, abból nem csinálnak ilyen promó videókat nyilván. Biztos az is előfordul. Szerintem még mindennek úgyis nagyon a kezdetén vagyunk, és mindez, ezek az űrrobotok, ez majd az űrbányászattal fog igazán ott fogunk látni óriási nagy előrehaladásokat. Mert ha elkezdünk Holdon és a Marson bázisokat építeni, akkor szükségünk lesz üzemanyagot az űrben bányászni, aszteroidákról fogjuk bányászni a vizet, amelyből fogjuk az üzemanyagot előállítani, és ezeket a bányászási feladatokat gondolom csak autonóm robotokkal fogjuk csinálni, és ott óriási fejlesztéseket fog kelleni csinálni, hogy ezek a robotok ezeket a feladatokat el tudják majd látni. Hát igen, és hát ez már abszolút a terítéken vannak ezek a feladatok, és mondom még egyszer, hogy a rádiókésés az akkora nagy lesz, hogy természetesen ez elkerülhetetlen lesz. Tehát minél bonyolultabb feladatokat kell ember nélküli űreszközöknek végrehajtania, annál inkább most már nem távirányításúak az űrszondák, hanem mindent maguktól csinálnak. Csak eddig még olyan egyszerűbb feladatokat adtunk nekik, mint például az emlegetett űrrobotoknak, vagy a marsjáróknak, hogy elmásszanak át a köveken, hogy azért persze okosak voltak, de nem kellett igazán intelligensnek lenni, de például a bányászás, amit mondasz, amikor döntéseket kell hozni arról, hogy mi az érdekes hely, hogy hova fúrjak, hogy merre menjek tovább, hogy mit tudom én, mert nyilván problémákat kell megoldani, úgyhogy teljesen magára van maradva az űrszonda, vagy az űreszköz, az most már tényleg egy elkerülhetetlen, ez meg fog történni. Azt hiszem, a számítástechnika amúgy erre készen áll. Tehát, hogy most már ez már nem science fiction, hanem hát ez már science, ez simán ez van. Hát igen, mindenképpen így e felé tartunk, tehát na most még mielőtt teljes mértékben elköszönünk itt, mert hát lassacskán itt a végére érünk ennek a kis kerekasztalszerűségnek, de azért még azt mindenképpen megkérdezném, hogy szerinted hosszú távon, amikor az űr felfedezéséről van szó, akkor robotok vagy emberek? Tehát, hogy amikor ha egyszer eljutunk oda, hogy az emberiség tényleg kirajzik esetleg más naprendszerek felé, hogy akkor konkrétan az emberek lesznek ott, vagy valamiféle mesterséges értelem viszi tovább lényegében a civilizációnkat más csillagrendszerek felé. Szerinted hogy lesz ez? Ahogy már mondtam, szerintem mindkettő. Az ember az felfedezni akar. Ez a része annak, hogy emberek vagyunk, hogy menni akarunk új világokba, fel akarjuk fedezni őket, és az, hogy csak robotokat küldjünk, az nem lesz elég. Viszont az embereknek szükségük lesz a robotok segítségére, ennél a kirajzásnál. Ez biztos, igen. A Hold és a Mars és a többi a naprendszer többi részének a felfedezésénél. De én azt gondolom, hogy talán mi vagyunk az utolsó olyan generáció, amelyet teljes mértékben még az evolúció fejlesztett ki, és a következő generációknál már az lesz, hogy az ember a gének manipulációjával egyre olyanabb embereket fog létrehozni, amelyek már ilyen superhumaneket esetleg roboteszközökkel kombinálva, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy még egy ilyen sokak számára talán disztópikusnak tűnő jövőnek nézünk elébe. Hát igen, egy ilyen felfejlesztett ember 2.0. Ez mindenképp kinéz ez is, és hát kár lenne olyan naívnak lennünk, hogy azt gondoljuk, hogy a már emlegetett DARPA, meg egyéb ilyen katonai think tankek szerte a világban nem dolgoznak ezen ezerrel.
Úgyhogy ez abszolút én is úgy gondolom, hogy mi vagyunk talán az első, utolsó ilyen természetes generáció. Na hát igen, szóval ez viszont már egy másik téma, úgyhogy én mindenképpen nagyon szépen köszönöm neked, Norbi, a szakértést, és minden hallgatónknak pedig a figyelmet, tehát ez volt a Parallaxis Podcastnek és a Szokolébresztőnek az összevont különkiadása. Köszönjük szépen a figyelmet, ezek voltunk mi, sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész!